A JETA, valamint a TOP keretein belül elnyert pályázati támogatások segítik hozzá Bátya önkormányzatát ahhoz, hogy a tervezett fejlesztéseket megvalósítsák, amelynek keretein belül a település hamarosan elmondhatja magáról, hogy önkormányzati intézményei mind felújított állapotban működnek tovább. A polgármesteri hivatal teljes felújítása, energetikai és belső felújítása is. Az idősek otthona, arra majd a következő évbe kerül sor. A faluház, amit a vidékfejlesztési programon belül meghirdetett pályázatból nyertünk. Most egy picit bajba is vagyunk, hogy megosszam a nézőkkel ezt a gondot, mert ahhoz, hogy a polgármesteri hivatalt fel tudjuk újítatni, valahova költöznünk kellene. A faluházra gondoltunk, közben nyertünk a faluházra is. Amennyiben ezen épület felújítása is konkrét időponthoz lesz kötve, akkor alig ha költözhet oda a polgármesteri hivatal, még ha ideiglenesen is. Ez legyen a legnagyobb bajunk, miközben 100 milliókat fel tudunk használni a fejlesztésekre. A régi orvosi rendelő helyére költözött néhány évvel ezelőtt a védőnői és a gyermekjóléti szolgálat, erre is nyertünk. Én azt hiszem, hogy ezek a legfontosabb, és nagyon, hogy is mondjam, régóta váratott magára az, hogy ezek a lepusztult és elavult intézmények korszerűsödjenek. Ugyancsak sikeres volt azonban a csapadékvíz elvezetési programot illető pályázata is a településnek, amely az utóbbi időben kiemelt jelentőséggel bír minden település életében. Mostani időjárás következményeként egy-egy lezúduló felhőszakadás miatt komoly problémát jelent a belvíz, csapadékvíz elvezetés. Éppen ezért azt is fontosnak tartottuk. Első szakaszában már nyertünk rá 60 milliót, még a következő etapot várjuk, hogy ott is sikeresnek ítéljék a beadott pályázatunkat. Én azt hiszem, hogy persze a csapadékvíz elvezetés még más pontokon is fontos lesz majd, de hát várjuk majd a további lehetőségeket. Hát Bátyának azért ez 4-500 millió forintos támogatás az, ami most körülbelül így összességében itt van.